Hétfőn tárgyal a parlament az Oligarha Bizottság felállításáról. A jobbik kezdeményezte bizottság a Simicska Lajos és Nyerges Zsolt közötti cégbirodalmat vizsgálná. Kérdés belemegy a kormány többség a bizottság létrejöttébe. Közben az is kiderült, hogy újabb több 10 milliárdos állami megbízást kap a közgép. A cég a Gyoma Békéscsaba közötti vasútvonalat újíthatja fel két másik társasággal együtt. Hivatalosan még nem lehet tudni, hogy mennyiből újítják fel az érintett szakaszt, de szakértők szerint 39 milliárdba is kerülhet. Simicska Lajos cége már eddig sem szűkölködött állami megrendelésekben. A vasúthoz köthető közbeszerzéseken a mostanival együtt már 200 milliárdos megrendelést nyert el partnereivel együtt, erről ír a Népszabadság. A gyoma Békés közötti pálya felújítását sem egyedül végzi majd a közgép. A pályázatot a Svitelszki vasúttechnikával és a Magyar Aszfalt együtt nyert el a Simicska cég. Az, hogy mennyibe kerül, pontosan még nem lehet tudni, de szakértők szerint akár 39 milliárdba is kerülhet a beruházás. A 30 kilométeren 5 állomást újítanak majd fel, gyalogos, kerékpáros és közúti aluljárók, magasperonok épülhetnek kiépül az új felső vezetékrendszer a térvilágítás, sőt az állomásokon a váltófűtés is. A Simicska Birodalom terjeszkedését vizsgálná az ellenzék. A bizottság felállításához már össze is gyűlt 82 képviselői aláírás, csak hogy a végső döntést a parlament mondja ki. Az ellenzéki pártok ezért nem nagyon reménykednek abban, hogy a kétharmados kormánykoalíció megszavazza a vizsgálóbizottság felállítását. Az MSP szerint a Fidesz eddig egyetlen olyan bizottság felállítását sem szavazta meg, ami a párt kétes ügyeire világított rá. A szocialisták ezért majd egy albizottságot szeretnének létrehozni. Ennek csak az a hátulütője, hogy itt az érintett személyeknek, jelen esetben például Simicskalajusnak vagy Nyerges Zsoltnak nem kellene megjelennie.